Sziasztok, itt vagyunk a Play IT-n. Meséltek kicsit, hogy ti kik vagytok, minek öltöztetek be, és miért választottátok épp ezt. Hölgyek először. Sziasztok, Aries cosplay vagyok, és én a Love Live-ból öltöztem be Nozominak az egyik ruháját csináltam. Én pedig Ádám vagyok, Kornu, én Reaper csináltam meg az Overwatch-ból. Mi jelentett a legnagyobb kihívást, így ruhát tekintve? Hát a kiegészítők, meg a méretezés igazából, mert nincs még egy olyan méret, mint az enyém, de akárhol nézze, akár prefaturát, akár ilyen fájt, ez nem ott a méretetben lesz, úgyhogy egy jó négyes nyomtatás után talán eltalálod. A ruha festése jelentett a legnagyobb kihívást, hogy ugyanúgy visszaadja, ahogyan a képen is szerepel. Gondolkodtok páros cosplayen? Esetleg vagy már volt nektek ilyenetek? Már volt, és még tervezünk is páros cosplayen. Mik lennének azok? Ilyen erotikus dolgok, tudom. Hát azt nagyon reméltem is. Most majd egyszer, hogy közeljövőben tervezünk egy Zed Saját a LOL-ból, mint ugye a riválisok. De ezen kívül, hát a másik nagy projektünk azok TikTok-osak. De én mind a kettő idézek. Na, jól hangzanak. És így készítés közben mind a ketten magatok csináljátok, vagy úgy segítetek egymásnak, hogyan osztasztok meg? Segítünk leginkább, meg átmegyek hozzá, és akkor ott ugye csináljuk. Hát én triviális dolgokban tudunk egymásnak segíteni, kiegészítésben például én neki. Ruhában néha ő nekem, úgyhogy néha kisegítjük, de van, hogy például egyik van ruha például, vagy pár, amiben meg egyáltalán tudunk egymásnak segíteni, és ez igazán változó. Ha meg kéne neveznetek egy cosplayest, akire feltekintetek, és gyakorlatilag mint egy példaképetek, néztek rá, ki lenne az? Hát nekem a Crycraft az mindenképpen példaképpen, mert egy kórai gyerek, nagyon skilles, tehát hogy az összes cuccat, amit megcsinált, ezt így tulajdonképpen segítség nélkül. Csodálatos dolgokat csinál az ember. Neked? Külföldit vagy magyar? Akármelyiket. Én megnevezek egy magyar személyt is, meg egy külföldit is, mert én úgy neveztem ezt pár dolognak. Külföldi cosplayesből én azt a ruhát tartom az egyik legnagyobb szempályomnak. Itthon pedig én Aoime munkájáit szeretem nagyon. Na, szuper! Köszönjük nektek, és jó szórakozást a továbbiakban! Köszönjük nektek is! Köszönjük!